Szeretettel köszöntök mindenkit itt mai sajtótájékoztatónkon. És örülök, hogy ennyien eljöttetek a nagyon nagy meleg ellenére. És hát üdvözlöm újra Miskolcon Kunhalmi Ágnest, a MSZP társelnökét, aki hát nagyon sokszor jár városunkban, hála Istennek. Nagyon sok mindent képviseltünk eddig és tettünk eddig a városért közösen is, hiszen számtalan előterjesztésű módosító indítványunk szólt az elmúlt időszakban is arról, hogy Miskolc fejlődjön, Miskolc a működéséhez elegendő forrásokat kapjon meg. Úgyhogy komoly harcosztásunk Ágnes, és újra üdvözlöm itt a városban. Nem is olyan régen, alig több mint egy hónapja Diósgyőrben tartottunk egyébként ugyanígy hárman sajtótájékoztatót. Akkor ugye arról szólt az a sajtótájékoztató, hogy jó magam, újra indulok az előválasztáson, és hát utána a választáson is, ebben hiszek, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyék 2. körzetben. Ezt jelentettük be, és hát akkor szintén velünk volt Simon Gábor barátom, az MSZP miskolci elnöke, aki a Velünk a Város frakció vezetője is. Ott volt velünk, és hát bemutatott ő is engem, illetve jó szavakat szólt rólam, abban a tekintetben, hogy ajánlott a miskolciaknak és a város környéken élőknek. Most egy másik apropóból vagyunk itt, hiszen a városban 2 választókerület van, 2 országgyűlési választókerület, és tulajdonképpen Kunhalmi Ágnes ma azért jött el hozzánk, hogy bejelentsük, hogy Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt, másik jelöltje a városban, Borsod-Abolcs-Zemplén megye 1. választókerületében, az nem más, mint dr. Simon Gábor, itt áll a bal kezemen, bal oldalamon. Nagyon sok mindent mondunk erről a nyilván a következő hetekben, és most is sok mindent mondhatnék. Legyen elég itt annyi, én Gábor több mint 20 éve ismerem, a barátomnak vallom. Azt hiszem, hogy eddigi közéleti pályájával, a városért végzett és a város környékért végzett munkájával már bizonyított, úgyhogy vele biztosra mehetnek a miskolciak, ezért kérjük számára a támogatást Borsod-Abolcs-Zemplén megye 1. körzetében, az előválasztáson és majd a országgyűlési választáson is. Úgyhogy jó szívvel ajánlom őt, de azt gondolom, hogy nagyon fontosak Kunhalmi Ágnes ajánlószava is ehelyütt, és hát tőle hallhatunk mindig arról is, hogy mi a helyzet az országos politikában, és bizony egy nagyon komoly programot lakott le az asztalra Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt és a vele szövetséges politikai erő pártok. Erről is megosztja majd velünk gondolatait, úgyhogy Ági, átadom neked a szót, parancsolj! Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon nagy meleg van, és néha a villamos is beleszól a sajtótájékoztatóba, de hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a miskolciakat, imádok ide járni. Hát nem pár hónapja, nem pár éve, hanem több mint 14, 15, 16 éve látogatok el folyamatosan Miskolcra. Nagyon sok jó régi élmény köt ide, sok jó barát, sok jó politikai harcostárs. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a miskolciak annál többet érdemelnek, mint amit az elmúlt 10 évben az Orbán kormánytól kaphattak és kaptak. És pontosan arról szól Karácsony Gergelynek, miniszterelnök jelöltünknek a programja, aki az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje, hogy jóvá kell tenni mindazt, amit az elmúlt 10 évben a kormány elvett a miskolciaktól, elvett a Borsod megyei lakosoktól és elvett a magyar emberektől. Bizony nagyon sok mindent elvett, és pont arról szól Karácsony Gergelynek a programja, hogy hogyan lehet például jóvá tenni azt, amit például a Covid időszak alatt nem kaptak meg a kisvállalkozók, nem kaptak meg a boltosok, a vendéglátósok, nagyon sokan Miskolcon sem. Ilyen például azok a támogatások, amit sajnos, hogyha, és nagyon sokan vannak Miskolcon is, akiknek mondjuk az osztrákoknál vagy Németországban dolgoznak családtagjaik, barátaik, és ott megkaptak a munkavállalók, Magyarországon ezt Orbán nem adta oda. Ezért hirdette meg egyébként Karácsony Gergely a jóvátétel programjában azt, hogy vissza nem térítendő támogatást fogunk adni visszamenőleg is azoknak a vállalkozásoknak, akik nagyon nehezen élték meg a Covid időszakot. Vagy például kamatmentes hitelt fogunk biztosítani, de például a munkavállalóknak a 100%-os táppénzt,
könyörögtünk, kértük, hogy adják meg. Nagyon sokan betegen mentek dolgozni a Covid időszak alatt, de mégsem hallgatott ránk a kormány, ezt mi visszamenőleg is meg fogjuk fizetni. Vagy például a munkanélküli segély, amely most 3 hónapig jár, mi azt szeretnénk, hogy egy karácsony kormányban ez 9 hónapig járjon minimum, és a kettő közti különbözetet egy karácsony kormány, ha meg tud alakulni, azt a 6 hónapot visszamenőleg is, aki ezt annó igényelte, de nem kapta meg a 100%-ot, meg fogjuk adni. Nos, csak néhány pontot mondtam el abból, ami a Covid időszakára vonatkozik. De mondhatnám az elmúlt 10 év jóvátételét, és például jóvá fogjuk tenni a munkavállalókat ért sérelmeket, teljesen új munkatörvénykönyvet fogunk előkészíteni, és a szakmával, a munkavállalók érdekképviseletei szerveivel együtt fogjuk ezt megalkotni. Vagy például az önkormányzatok, amelyről a fiúk nagyon sokat tudnának beszélni, amelyért László iszonyatosan sokat harcolt a magyar parlamentbe, és nagyon sokszor elmondta a kormánynak, hogy ne bántsátok Miskolcot, mert nem miskolci önkormányzattal és önmagában velem képviselőként fogtok kiszúrni, hanem az itt lévő miskolci lakosokkal szúr ki a kormány akkor, amikor elveszi az ide jutó pénzeket, visszaveszi azokat a támogatásokat, amikor egyébként is nehéz helyzet van a vállalkozásoknak és a városnak önmagában a Covid miatt. De jóvá fogjuk tenni például a demokráciát. Ami nagyon fontos, hogy 2022-es választásoknak a tétje az, hogy ki fog-e teljesedni egy autoriter rendszer Magyarországon, vagy a miskolciak is hozzájárulnak ahhoz, hogy megtörjék ezt az autoriter rendszert, és visszatérjünk a demokrácia útjára, mert meggyőződésem, hogy újra lehet kezdeni Magyarországon a demokráciát. És Miskolc ebben egyébként élen jár, hiszen 2019-ben a változás szele beköszöntött, befújta a változás szele a demokráciát Miskolcra, és ez meggyőződésem, hogy Borsod egész területén érződik. Járva az országot, most éppen Ózdról jöttem át Miskolcra, ott is nagyon sokan szeretnék a változást. Megvannak a jelöltjeink, megvan a miniszterelnök jelöltünk, itt vannak Karácsony Gergely követei, itt vannak a baloldali politikusok, demokraták, akik a miskolciakért akarnak dolgozni, és nem azért az 1%-ért, aki eddig harácsolva szétlopta Magyarországot, és elvitte azt a pénzt saját magának, ami egyébként ezeknek az embereknek járna, aki itt élnek Miskolcon. Szavazzanak Simon Gáborra, ő a miskolci körzet, egyes számú körzetnek a jelöltje. Tulajdonképpen az egész életét itt élte le, itt tanult, itt született, a családját itt alapította, a karrierjét itt kezdte el, és most is a karrierjét remélem, hogy így folytatja. Itt fogja folytatni immáron újra országgyűlési képviselőként. Tehát László és Gábor, akikben megbízhatnak, és együtt egy jobb országot fogunk csinálni. Nem magunkért, nem a pártokért, önökért, miskolciakért. Tiéd a szó. Köszönöm szépen. Hát alapvetően ugye az merülhet fel kérdésként az emberekbe, hogy miért vállalom ismét ezt a küzdelmet, miért akarok országgyűlési képviselő lenni, miért gondolom úgy, hogy el kell indulnom az előválasztáson. Nos, elsősorban azért, mert 19-ben egy közös összefogással, közös erővel Miskolcon már megtörtük a Fideszt. Látjuk az önkormányzatban, hogy milyen pusztítás hagytak itt, és látjuk azt is, hogy tulajdonképpen ugyanez a pusztítás történik az országban. Nem a számokkal akarok dobálózni, de amikor úgy fogadnak el egy költségvetést, hogy 3500 milliárd forint a hiány, ez azt jelenti, hogy 3500 milliárd forint hitelt ismét felvesz az Orbán kormány, és kifizeti vissza, a magyarok, a magyar adófizetők, nem Mészáros Lőrinc fogja visszafizetni, hanem a magyar adófizetők. Most ezt a NER rendszerét, amit ugye ők NER-nek hívnak, ezt a NER rendszerét le kell bontani. Én azt gondolom, hogy jogászként, ügyvédként, korábbi országgyűlési képviselőként, és kiemelem, hogy 27 éve miskolci önkormányzati képviselőként bőséges tapasztalatot szereztem, amely szakmai tapasztalat, jogi tapasztalat és politikai tapasztalat. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a NER rendszerének a lebontása, az nem egyről a kettőre fog menni, hanem szisztematikus lépések sorozatára van szükség. És hogy ezt meg tudjuk tenni, én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely és Kunhalmi Ági mögött olyan csapatnak kell lenni, akik ezekkel a tapasztalatokkal, ezekkel a szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. Hiszen a célunk, az elsősorban a célunk, az a szociális demokrácia megteremtése. Az a szociális demokrácia, amelyben mi hiszünk. Azt hiszük, hogy a
miskolciaknak is, a 99%-nak lesz jó, szembe azzal az 1%-kal, aki korábban a városon uralkodott, most pedig az országon uralkodik. Hiszünk a szociális demokráciába, mi a miskolciakat szeretnénk támogatni és segíteni. Azt szeretnénk, hogy itt ebben a városban tudjanak boldogulni. Azt szeretnénk, hogy rendesen járjanak a buszok, és a kormány ne vegye el a miskolci tömegközlekedés vagy közösségi közlekedés pénzét. Azt szeretnénk, hogy a beruházások ide jöjjenek ebbe a régióba egyre többen, hiszen Miskolcnak van olyan egyeteme, Miskolcnak van olyan középiskolái, ami messze földön híresek, és ide tudják a befektetőket vonzani. Nos, egy komoly városfejlesztésbe, egy normális gazdálkodásba és a szociális demokráciába gondolkodunk, én ezért szeretnék tenni, és érzem magamban a lendületet és az ambíciót, hogy ezt országgyűlési képviselőként tegyem meg. Köszönöm szépen! Köszönöm.